Viszontlátásra. Írta Judith Kranz. Szereplő: Bruce Boxleitner, Felföldi László. Coltani Cox, Orosz Helga. Maya Sara, Kis Erika. Lucy Cartridge, Vándor Éva. Hugh Grant, Vippai László. Charles Shaughnessy, Kautsky Armand. Maxwell Caulfield, Rékasi Károly. John Vickery, Csankó Zoltán. Barry Bostwick, Vas Gábor. Michael York, Szakácsi Sándor. Dennis Ant, Kránic Lajos. Juliet Mills, Hacser Józsa. Zene, Vladimir Kozma. Fényképezte Alan Hume. Rendezte Charles Jarrett. Harmadik befejező rész. Jó estét, Philip. Hogy van? Már is jól, ha kegyelet láthatom Mrs. de Lancel. Pincér! Hol van már az a kávé? Néha kedvem volna egy kis cián tenni a kávéjukba. Néhány foglyot vissza akarnak tőlem küldeni Németországba. Tudja, akiket a szüretre hoztak. Az egyikük a lányom vőlegénye. Segít nekem? Igen, de kegyedre is szükségünk lesz. Nagyon kevés a használható emberünk. Jó. Számíthatnak rám. Ír! Kijárási tilalom van, kislányom, ugye tudod? Mi lehet olyan fontos? Egy barát. Imádkozom, hogy épségben tér vissza. Thank you.
Maradjatok! Hol van Zdadovszky? Odalent. Szép munka volt, asszonyom. Köszönöm szépen. Jó estét, Martenné. Hogy van Edward? Amióta az apját lelőtték, nem hajlandó megszólalni. Egy szót sem szól. Csak bámul maga elé. Nem mozdul. Edward? Ármo. Hogy köszönhetem meg ezt, asszonyom? A lányomnak maga jelenti az életet. Nekem ennyi elég. Ő hogy van? Már jó néhány hónapja nem hallottam felőle. Egyre nehezebb az élet Párizsban. Egy óra múlva az Andini kereszteződésnél kell lennetek. Évfélt mondott, ugye? Igen. Itt van. Gyertek! Én elviszem őket. Nem, asszonyom, majd én. Bízza csak rám. Önnek elég volt ennyi mára. Köszönöm, asszonyom. Igyekezzen, Arma. Hát maga hol járt? A szentségét úgy látszik, nincs tisztában azzal, mit kockáztat. Veszélybe sodorhatja az ősi birtokot. Vésse az eszébe! A birtok az enyém, vigyázzon, mit csinál! Valma nem a tiéd, és nem is lesz az soha. De akkor a maguké sem. Thank you.
semmi baj, csak egy kis orzsolás. Semmiség. Hozok meleg vizet és gödszert. Vikomt, a mostoha anyja itthon van? Igen, miért? Mi történt? Az ellenállók akciót hajtottak végre éjszaka. Néhány fogoly megszökött. Egy nő is részt vett az akcióban. Vannak még bátor nők Champagne-ban, százados. Elég ügyetlen lehet, mert eltalálták. Ön hol volt tegnap éjjel? Itt. Hol lettem volna? Egyesek szerint jó lesz, ha kicsit jobban magán tartjuk a szemünket. Igaz, hogy Madame de Lancel itt volt egész éjjel? Itt volt, százados úr, szavamat adom rá. Nem sokára beíratom a pilóta iskolába. Jól festünk majd egymás mellett. Abból nem eszel. Amint vége a háborúnak, tisztességes angol úriasszonyt faragok belőled. Nem tudom elképzelni Fredit a hímzőráma mellett. Ez az ára annak, ha az ember arisztokratával házasodik. Azt hiszem, azért nem mindig olyan vészes a helyzet. Minden esetre a férjhez menésre szánom el magam, jobban megnézem, kihez megyek hozzá, mint Freddy. Már nem lehet messze a partra szállás. A kikötőket már úgy előzöllötték, annyi az ember és a hadianyag, hogy lassan elsüllyedünk Hitler segítsége nélkül is. Én biztos nem ülhetnék bombázóba. Asszony, maradj a pelenkánál. A bombázóról jut eszembe. Ezeket mind kiszuperálják, ha egyszer vége lesz ennek a rohadt háborúnak. Azt gondoltam, olcsó megszerzek néhány DC-3-ast a kaliforniai vállalatom számára. Ott aztán majd repülhetsz, amennyit csak akarsz, Freddy. Az isteni lesz. Azt hiszed, abba beleegyeznék? A háború után először is elégetem az egyenruhádat. Kihajítom a sapkádat és a bakancsodat, a térdedig megneveszed a hajad, és szülsz még néhány gyereket. Azt mondod, ezután már csak vegetáljak? Akárhány gyerekem is lesz, pilóta maradok. Mindig is az akartam lenni, és semmi más. Ennél nagyobb hülyeséget nem is mondhattál volna neki, Tony. Freddy! Miért fordul mindenki ellenem? Semmit sem értek. Freddy mostanában mindig ideges. Minden megváltozott közöttünk Emmy születése óta. A háború az oka mindennek. Lehet, de mondok én neked valamit. Nekem akkor sem tetszik, amit Freddy csinál. Hitlernek legyél szemrehányás, ne neki. Freddy és Jane csupa olyan dologra kényszerült, amit azelőtt elképzelhetetlennek tartott volna. Bombázókat vezetnek. Kemény életet élnek. Ha sikerül túlélnem ezt a háborút, minden esetre nem szeretnék családon belül tovább háborúzni. Freddy imád repülni, Tony. Nem foszthatod meg őt ettől. Ti Yankeek úgy látszik, nem értetek egy valamit. Minden csapatban csak egy parancsnok lehet. Ezzel Franciaország szerte a francia csapatok előrenyomulásának hírére. Hamarosan eléri Párizst. De Gaulle generális Franciaország megmentője előre küldi bizalmasait az élcsapatok vezetésére. A franciák lelkesen üdvözlik a szabad francia csapatok tankjait és az ellenállási mozgalom harcosait.
A testvéred ugye Párizsban van? Igen. A jövőre. A jövőre? No persze, a körülmények némiképp megváltoztak mindkettőnk számára most, hogy Párizs gyakorlatilag visszafoglalták. Igen, azt ajánlom, tűnjenek el a zsákmányukkal minél gyorsabban. Az ellenállás emberei nem kímérik a maguk csapatait. A honfitársai meglehetősen korombák lettek. Hát, úgy látszik, tanultak önöktől. Kétlem, hogy önök bármit is tanultak volna tőlünk, de Lancel. Na de mindegy. Mindketten szép kis vagyonra tettünk szert, és nem tudom, hogy magát például Svájcban szívesen látják. Én részemről szívesebben választom Franciaországot. De Lancel. Maga mindent képes túlélni. Köszönöm. Jeanette, hol a feleségem? Paul! Édesem, soha nem hiányoztál ennyire. Zászló. Anyám. Miután édesapád elment, ő sem bírta már sokáig. Isten nyugasztalja. Freddy és Delphine. Mindketten jól vannak. Hála az égnek. Nem igaz, férjhez megy. Nézd, anya, mi kislányunk is férjhez megy. Nagyon boldog és nagyon szerelmes. Köszönöm. Ide néz.
Itt látható nagyságos Mrs. Anthony Longridge és Annie, az unokád. Tisztára olyan, mint Freddy. Úristen, te gyönyörű! Úgy látom, hogy jó néhány holdon kell új szőlőt telepíteni. Pedig félő, hogy a bankok most nem adnak ilyesmire. Na, nem baj, a kincs majd megmenti Valmont. Ez majd kihúz a csávából. Megijedtél tőlem, Bruno? Nem. Nem, én csak meglepődtem. Ma reggel érkeztem. Ünnepeljük meg ezt egy pohár pezsgővel. Jó. Ünnepeljük. Mit szólnál egy kis rozéhoz, fiam? Abból a híres évjáratból. Tudod, amire a nagyapád olyan büszke volt? A legjobb Lancel. Olyan különös vagy, apa, nem ilyen szoktál lenni máskor? Látod ezt? Apámtól kaptam, amikor a 14-es háborúba indultam. Ma reggel kinyitottam vele a titkos pince ajtaját. Ugye mondanom sem kell, hogy mit találtam ott. Nem, nem kell mondanod, apa. 500 000 palack volt benne. Azt tettem, amit minden épeszű ember tett volna a helyemben. Amíg te Londonban a tábornok uszájában katonárdit játszottál, németnek még a színét sem látva, én itt tettem, amit tehettem. És mondd csak, kiért tetted mindezt? A családért. Nem volt más választásom, a németek követelték, tudtak róla. Hazudsz. Senki sem tudhatta. Megtudták valahogy. Menj el innen. Menj el Champagne-ból. Boldogan. Pusztulj Franciaországból. Azt nem. Ez a hazám. Mostantól kezdve nincs többé hazád. Ha nem még magadtól, majd én segítek. Elárultad a hazádat. Szégyent hoztál a nevedre. Te is ezt a nevet viseled, ne feledd. Védd meg a jó hírnevét. Megátalkodott vagy, de megszabadulok tőled. Ne félj! Persze, erre is képes volnál, igaz? Csak hogy én kivettem a golyókat. Először arra gondoltam, hogy belédereztem őket, de nem így csak! Így tovább azzal a tudattal, hogy amíg én élek, nem léphetsz francia földre. Takarodj! 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 Kalifornia, 1946.
milyen dögmeleget áprilisban. Szerintem pedig csodálatos. Ne ábrándozz semmiről, Freddy. Nyaralni jöttünk és kész. Talán ez a nagy hőség ment az agyára szegény Jocknak is. Nem akarok több kifogást hallani. Azért jöttem, hogy kifizessen. Várjon egy kicsit. Nem. Ide hallgasson. Tessék, már megint kutyaszorító. Nem vitatkozni jöttem. Á, szevasztok! Gyertek, köszöntsük Jock bácsit. Hé, hey, várjon, egy kis türelmet, még egy hetet adjon legalább. Jó, de egy perccel se többet. Emi, Emi, nem hiszek a szememnek. Micsoda nagy lány lettél. Köszönöm, hogy eljöttetek, Tony. Tudod, mi a megállapodás? Csak meglátogatunk, aztán irány haza. Nem tudom, hogy sikerült kimozdítani a kedves érjedet, de biztos, hogy megérte. Hallottad az ukázt? Csak látogatóba jöttünk. Na, azt majd még meglátjuk, nem igaz? De? Nos, mit szóltok a repülőpiachoz? Biztos vagyok benne, hogy egy teljesen új üzletágat alapozol meg. Csak azt nem értem, hogy egész pontosan mit csinálsz. Egy órája érkeztem meg San Joséból, vittem fél tonna paradicsomot és egy tonna hagymát. Mikor indulsz újra? Holnap után. Várom a citromot Friscóból és a virágot Illinoisból. Tony! Kellene még néhány gép. Megbízható társra volna szükségem. Szeretnék kikölcsönözni még három gépet. Képzeljétek csak el! Három DC-3-as felpakolva áruval, mindenféle áruval, különösen olyasmivel, aminek sürgős, hogy odaérje New Yorkba, Bostonba, Chicagóba. Ti ilyenkik túl sokat fantáziáltok. De komolyan, miért ne próbálnánk meg? Szálljatok be! Társak lehetnénk. Legalább együtt lennénk újra. Mi csak látogatóba jöttünk, Jock. Na jó, de akkor maradjatok legalább egy évig. Honey! Jaj, de jó, nagyszerű! A háború utáni lehetőségek soha nem látott virágzást jelentenek ennek az országnak, Vikont. A befektetés szónak majdnem olyan a bukéja, mint egy jó bornak. Egyetért velem? Igen, Mr. Tash. A feleségemmel gyakran isszuk a maguk sátóvalmondját. Én nem is értem, hogy itt Amerikában miért nem igazán népszerű a pezsgő. Sajnos, de tény, ez egy sörivó ország, Vikont. Meg lehet. De én nem azért jöttem önhöz Londonból, hogy a pezsgőről csevegjünk. Megkapta a levelemet? Hogy ne megkaptam, Vikont. Mennyit óhajtana befektetni? 20 millió dollárt. A továbbiakban többről is lehet szó, ha szükséges. Igen, 20 millió Kaliforniában biztos siker lehet. Csak azoktól a féleszű filmesektől tartsa távol magát, ha jót akar. Eddig sikeres vállalkozásai voltak Londonban. Egészen bizonyos, hogy hamarosan akadnak, akik szívesen betársulnak önhöz. Nem társulok senkivel, és a személyemnek titokban kell maradnia, világos? Ó, persze, hogyne. Ahogy óhatja. A feleségemmel mindig Európában töltöttük a szabadságunkat, bizonyára szenved, hogy távol kell lennie Franciaországtól. Részemről befejeztem a tárgyalást, Mr. Tash. A tolakodó kérdéseitől kíméljem meg. Hová ment a DC-3-as tündér ma reggel? A Salinas völgyű a termesztők egyesületéhez, de csak két napra. Ha megszerzi a megbízást, naponta indulhatunk telegéppel oda-vissza. Vigyázz Annie-re. Adj neki vacsorát, elalvás előtt olvas neki, én elrepültem. Otthon soha még eszébe se jutott volna ilyesmi. Azt mondta, nem tudod felébreszteni, mert este leittad magad. Egy hét a jóformán nem is láttam Freddyt. Olyan magányosnak éreztem magam, kirúgtam egy kicsit a hámból, te is ezt tetted volna. Tony. Öt gépen dolgozunk, és még jön kettő. Freddy iszonyú sokat dolgozik. Szerencsés flótás vagy, csak nem tudsz róla. Ugyan már, ne nézz hülyének. Mióta betette a lábát Kaliforniába, teljesen megbolondult. Már nem bír magával, olyan nagyra van.
Jó reggelt, Brenda. Jó reggelt. Feljön egy perce, szeretnék mutatni valamit. Látta a két új gép prospektusait? Igen, láttam, nagyszerű munkát végzett. Köszönöm. Fehér sas elvisz mindent, csak bírjanak annyit termelni. A kereskedők az egész országban megvesznek a kaliforniai gyümölcsért, zöldségért és a gyönyörű virágokért. Ha szép árujuk van, kérhetnek érte annyit, amennyit nem szégyelnek. És a légiszállítást olcsón megszámítjuk. Heybrook is jól befürdött magukkal a New York-i paradicsom szállítással. A maguk híres DC-3-as a Kansasben veszegelt két napig a múltkor. Előfordul egy-egy hiba. De vajon azt is elmondta maguknak, Heybrook, mennyi a haszna egy-egy szállítmányból? Azzal nem dicsekedett. Nekem van raktáron dinnyém és salátám. Nincs rá vevő. Nem bánom, próbáljuk meg. Vigyék el. Holnap 2 órára hozzon 1 tonna árut, szerzek rá vevőt magának. Vagy megveszem mindet egymagam. Kapjál el! Nem, aranyom, ez az enyé. Nem baj? Angyal vagy. Látom vele a csillagokat. Eni? Igen, mami. Eni, drágám, odakint játszatok, jó? Igen, mami, már is megyünk. Aranyos vagy. Olyan kár, hogy Ármon nem tudott eljönni. Elhúzódott a forgatás. De jövőre mindnyájan együtt nyaralunk Champagne-ban. Azt akarod mondani, hogy itt nincs elég hely mindnyájunknak? Nem. De igen. Kellene vennünk egy nagyobb házat. Utálom már ezeket a bérelt bútorokat. Saját otthon szeretnék. De erre egyszerűen nem maradt idő. A fehér sas úgy beindult, hogy alig győzöm. Nézd a gyerekeinket! Milyen különbözőek. Akár csak a férjeink. Igen. Te, én nem fogom engedni, hogy Lorin 20 éves kor előtt fiúzzon. Emlékszel, én milyen voltam fiatal koromban? Gondolni is rossz rá. Vigyázok majd rá, mint egy kotlós. Hol van Tony? Annie nem várhat éjfélig rá, hogy elfújhassa a gyertyákat. Sokáig dolgozik. Csak megígérte, hogy bemegy érte és hazahozza időre. Rossz időben is szoktál repülni? Igen. Na és milyen érzés sikeres üzletasszonynak lenni? Jó, szeretnék jó feleség is lenni, de ez egy kicsit nehéz. De biztos voltál benne, hogy Armannal ilyen jól fogsz élni rögtön az elején? Nem is tudom, de az biztos, hogy első látásra beleszerettem. A háború után szakítani akartam vele, olyan bűntudatom volt Bruno miatt, tudod. A te tanácsodat követtem, elmondtam neki mindent. Meg akarta ölni Brunót. Miért nem hagytad? Nem is tudom. Az én életem másképp alakult. Imádom Annie-t és Tonyt, de sokat kell tőlük távol lennem a munkám miatt. És ilyenkor úgy érzem, hogy rossz feleség és rossz anya vagyok. Tessék. Voilà. Voilà.
A kislányod vár otthon a születésnapi tortával. Én itt ünneplek. Itt legalább van társaságom. Na, állj fel! Szedd össze magad, hallod? Hé, te meg hová mégy? Nem szégyeled magad? Ott az a gyönyörű feleséged, te meg ilyeneket szedsz fel. Na, nem mondd. Szedd össze magad! Szét tudnám verni a fejedet. Persze, mert mindig is oda voltál érte. Szerelmes vagy Freddybe, igaz? Halló? Freddy, ne haragudj, de ma este Tony nem tud hazamenni. Nagyon elfoglalt. Ünnepeljetek nélkülünk. Már megtettük. Nos, Mrs. Longbridge? Nos, Mr. Armstrong. Én már 2 hete várok a válaszára. Igen, tudom. Elnézését kérem. Rendkívül nehéz most ezekkel a hitelekkel. Amint tudja, a bankunknak is voltak bizonyos nehézségei. De ezennel azt a jó hírt közölhetem önnel, hogy a Stonehouse Bank tulajdonosa rendkívül kedvező ajánlatot kapott. A napokban közölték velem, hogy a fehér sas számíthat a kölcsönre. Azt mondja, bontsuk fel a szerződést, amit az állami bankkal kötöttünk. Igen, ez még kérdés, de... Ugye nem is sejti, honnan származik a Stonehouse Bank kitűnő ajánlata? De Mr. Armstrong, ugye honnan sejthetném én ezt? Ugyanis az ön bátyja volt olyan szíves, hogy rendkívül tisztességes áron megvásárolta a bankot, márpedig ha egy bank lesz a családunk belül. Nem hinném, hogy különösebb nehézségekbe ütközne a kölcsön felvétele. Igen? Kérem, küldje be az urat. Üdvözlöm, uram. Freddy, alig vártam, hogy találkozzunk. Jól nézel ki. Szóval mostantól közösen üzletelünk, úgy látszik. Ez a fehér sas nevű vállalat úgy látszik egész... Ide hallgass, Bruno, ajánlom, tarts távol azt a mocskos kezedet a fehér sastól, érted? De Mrs. Longbridge. Mr. Armstrong. Kérdezze csak meg tőle, hogy tetszert a vagyonára? Hogyan tette tönkre a családját? Azt is, hogy mit művelt a nővéremmel? Én nem kötök üzletet náci kollaboránsokkal, és én nem kötök üzletet piszkos liliomtiprókkal! Kedves kisasszony, feleségem emlékeztet egy régi ismerősöd. Nem vagyok kisasszony. Ó. Annie, várj meg odakint, drágám, olvas egy kicsit. Pedig már épp kezdtem összebarátkozni Mr. Castellivel. Annie. Anyu, ez itt te vagy a képen? És ki az a bácsi melletted, aki ölelget? Egy régi barátom. Emlékszem, amikor terveztük a különböző manővereket, még az is előfordult, hogy itt aludtam az irodában. Egymás után jöttek a filmek. Sajnos azok a filmek már nem divatosak manapság. Csak a limonádé. Milyen kár.
Ó, Freddy, micsoda élet. A poszta csak ülök tétlenül, más dolgom sincs, mint az unalmas adminisztráció. Ó, sweet. Igen, bizony. A régi szép napokban vettem egy kis földet, meg néhány vendéglőt, benzinkutat, ilyesmi. Ez mind arannyá változott. Hogy unom? Ide hallgass, én tudok neked egy jó munkát. Ne, abban a légiszállítási vállalatban nem megyek. Nem Jock Hampton volt az egyetlen, akinek eszébe jutott ez a ragyogó ötlet. Én is ismertem néhányat, mind befutcsolt egy év alatt. Sweet, ez a jövő. A fehérsas sikeres lesz, hidd el. Miért vagy ebben olyan biztos? Szeretném, ha beszállnál a fehérsas vezetésébe, bővíteni kellene még hozzá gyorsan. Neked tiszta mulatság volna feldobni egy kicsit az egészet. És így talán az én zűrjeim is rendeződnének. És milyen pénzből gondolod? Hát... Ó, az enyémből, ha nem tévedek. Nem bánom, ha ragaszkodsz hozzá. Most mondtad, hogy nem tudsz mit csinálni a sok pénzeddel. Ott tegye meg a fene, elvállalom. Ó, szép, köszönöm. Köszönöm. Tetszik ez a ház, Tony? Egész jó, igen. Talán ez az egyetlen háztípus, amely igazán illik Kaliforniához. Rég szeretnénk egy új házat, igaz? Gyere, gyere velem! Gyere már! Na, mit szólsz hozzá? Gondolom, már ki is fizetted. Amióta Sweet velünk van, minden megy, mint a karikacsapás, nem igaz? Hát igen, beleszerettem ebbe a házba, tökéletes tetőtől talpig, és minden működik benne, csak arra vár, hogy beköltözzünk. Aranyos. Nagyon aranyos. Hol van a bárszekrény? Bárszekrény nincs, de van egy ötletem. A legjobb Lancel. Egészségedre. Ugye nem lesz túl nagy nekünk, Tony? Különösen, ha majd több gyerekünk lesz és partikat rendezünk. Szerintem cseppet se nagy. Szóval te már mindent szépen elterveztél. Miért? Baj az, ha az ember gondol a jövőjére? Az italból akartam bátorságot meríteni, de az nekem sosem szokott sikerülni. Különösen az ilyenből nem. Nem tetszik neked a ház? Tudod, pontosan ezek azok a dolgok, amiket nem bírok elviselni. Parancsolj, Tony, vettem neked egy házat. A hibátlan Freddy! Hip-hop valóra váltja az álmait. Az én szerepem teljesen mellékes, a kapcsolt részed vagyok. Mi nagyon rosszat teszünk egymásnak, iszonyú rosszat. Már biztosan van benned néhány pohárral. Ha hallanád, miket beszél, szégyelnéd magad! Más sem csinálok évek óta. Már kezdek egész belejönni. Te mindent magadra válasz, Freddy, nem? Átvetted életünk irányítását attól a pillanattól kezdve, amikor idejöttünk 6 évvel ezelőtt. Ha nem erőszakoskodsz, 1-2 hónap után visszamegyünk Angliába. Te, Jock és Sweet, ti hárman csináljátok a fehérsast. Én csak bajnak vagyok itt a nyakatokon. Tony, hagyd abba! Hogy lehetsz ilyen iszonyú igazságtalan? Nélküled semmire se lettem volna képes. Tony, kérlek, mondd meg, hol rontottuk el. Semmi sem köt minket össze Enin és a régi szép napokon kívül. De ez nem elég. Én el akarok válni. Tessék. Mami, öltözned kell, elkésel. Jaj, nem is tudom, miért mondtam, hogy elmegyek enni. Légy szíves, hív fel Jockot, és mondd meg, hogy rosszul vagyok. Nem hívom fel. Azt mondtad, nem szabad hazudni. De szófogadó lettél hirtelen. Azt is mondtam, hogy engedelmeskedni kell nekem, ha kérek tőled valamit. De mami, komolyan. Úgy ész, mint egy remete, amióta apu visszament Angliába. Mások is elváltak már.
Nem ezt érdemlem tőled. Szívtelen vagy? Nem vagyok szívtelen. Jót akarok neked. Szedd össze magad és öltözz fel szépen. De ha nem mosolyogsz, tudod, hogy Jock nagyon szomorú lesz. Nem dől össze a világ, ha elmégy vele. Légy szíves, mami. Ez itt a tető egy darabja, ha nem tévedek. Igen, az. Jó, jó. Akkor ezt most ide, és akkor így. Ezt tudom nyújtani. Ja. Hűha, bizony. Gyönyörű vagy. Mami, hány éves koromban vehetek fel én is ilyen ruhát? Sokára, majd ha ilyen öreg leszel. Gyere, királynőm. Azért el nem bízd magad, Jock. Csak azért egyeztem bele, hogy elmenjek veled, mert azt mondtad, szükséged van kisegítő pilótára. Oké, oké. Isteni, hát nem? Iszonyú. Hogyan már? Egyszerű baráti összejövetel. Miért is jöttem el? Ez a szám. Ne megyünk? Csak, hey, szevusztok! De jó újra látni benneteket! Örülök, hogy el tudtatok jönni. Freddy a feleségem, Katie. Szevusz, örvendek! Gyere egy pillanatra. Adjátok abba egy percre. Kérnék egy dobszólót. Egy pillanat, figyelmet kérek mindenkitől. Ugye emlékeztek még, milyen volt, amikor befejeztünk egy akciót? Ledobtuk az ejtőernyőket, és ittunk egy jó langyos angolsört. Ittunk, énekeltünk, amíg aludni nem tértünk. Hogy erőt gyűjtsünk, és másnap előről kezdjük az egészet. Ugye emlékeztek arra a kedves lányra is, aki néha azokkal a szép háborús dalokkal gyönyörködtetett bennünket? Freddy de Lancer első pilóta. Fáradj ki ide. Gyere. Ne hagyd cserben a fiúkat. Örömmel. Tudtam, hogy nem okozol csalódást a fiúknak. A zenekar tudja a kíséretet. Szóval összeesküvés volt. Viszontlátásra. Fiúk, viszontlátásra. Egy, két, hát, négy. Keep smiling through, just like you.
Freddy! Várj! Mi történt hirtelen? Ne haragudj, hogy nem gondoltam, hogy... Sajnálom, mondtam, hogy nem leszek jó partner. Ugyan, Freddy, írtóklasz voltál. Nem hittem volna, hogy még egyszer énekelni fogom ezt a dalt. Ne búsulj. Végre megint olyannak láttalak, amilyen régen voltál. Üljünk le. Gyere. Beszélgessünk, jó? Soha sem szoktunk beszélgetni, kivéve amikor az üzletről van szó. Beszélgetni akkor? Igen. Akármiről. Olyasmiről, amiről azok az emberek szoktak, akik ismerik egymást 10 éve, és nem tudnak egymástól semmit. Freddy, nem gondoltál még arra, hogy én is érző lény vagyok? Az életem tele van álmokkal és reménységekkel, amelyeknek semmi, de semmi közük a Longbridge familiához, vagy a Fehér Sashoz. Csak én ne haragudj, nem hallgass meg, hogy... légy szíves, hallgass. Az abban szerencseért, hogy halálosan beleszerettem egy lányba egy angliai templomban. 5 perccel az esküvője előtt, hát ez történt. Ó, Freddy. Drágám, drága Freddy. Azóta is imádlak. Kérlek, engedd, hogy szeresselek. Hogy is lehet bárki olyan bolond, hogy téged elhagyjon? Én mondtam Toninak, hogy őrült. Megmondtam neki, hogy azok a nők a lábad nyomába se érhetnek. Hál' Istennek. Hál' Istennek nem hallgatott rám. Úristen! Ti mindent megbeszéltetek a hátam mögött? Én... De tudtál a házasságunk összes undorító szennyeséről? Tudtál mindent? Lehet, hogy beszélt rólam a barátnőivel? Te mindent tudtál ezekről a nőkről is, és nem szóltál, Úristen! Mindent tudtál, és én nem is sejtettem semmit! Nem is sejtettem! Add a tornyot. Ki az? Joe, itt Jock. Ide hallgass már, órák óta próbálom megtalálni Freddyt. Nem láttad véletlenül? Mi? Felszállt a bonanzával? Mikor? Úristen, nem volt olyan állapotban, hogy most felszálljon!
Marcel, egyszerűen képtelen vagyok megérteni, miért nem kapom meg a kölcsönt. A szőrészetekre most nem nagyon adnak, Paul. A lehető legrosszabbkor. Ezt igazán nem értem. Mindig támogattuk a nagytermelőket sámpányban, ezt tudod. De most egy ideje rosszul megy nálatok az üzlet, Paul. Igaz, hogy máshol sem megy valami fényesen, de másoknak legalább van valami tőkéjük. A bank is üzlet, tudod? Ha rosszul megy az üzlet a környéken, mi szegények vagyunk. Úgy értsem ezt, hogy visszautasítasz. Jelzálog van a teljes birtokon. A felszerelésre adhatunk még valami kis pénzt. Nagyon sajnálom. Igen, Vikont, most volt itt az édesapja. Úgy tárgyaltam vele, hogy megbeszéltük. Már semmije sincs, amire kölcsönt vehetne fel. A világon semmije. Szervusz, drága. Szervusz. Hogy ment a dolog? Hát nem sikerült annyit kapnom, amennyit kértem. De annyit minden esetre hajlandók adni, amivel kihúzzuk a születig. Nagyon rossz színész vagy, drágám. Ha ez igaz volna, már felhívtál volna a városból. Majd csak lesz valahogy. Most mindenkinek össze kell szedni apait, anyait. Na persze, minden másképp lenne, ha megvolna a tartalékunk. Minden nap szemrehányást teszek magamnak Bruno miatt. Minden áldott nap. Mindnyájunknak miatta kell szenvedni. Iszonyú volt rájönnöm, hogy szívből gyűlölöm a saját fiam. Igen, itt Madame de Lancel. Igen. Igen, persze, természetesen. Azonnal indulok, köszönöm, hogy felhívott. Hogy van Annie? Ő jól van? Emi erős kislány, akár a mamája. Jó. Hát akkor még egyszer köszönöm, hogy hívott. Freddy. Balesete volt, ugye? Azonnal indulok hozzá. Mrs. Longbridge. Mrs. Longbridge. Mrs. Longbridge. Én Dr. Weitz vagyok. A maga neve Freddy Longbridge. Emlékszik rá, ugye? Jól van. Hol van Annie? Ne fárassza magát a beszéddel egyelőre. Én mindent elmondok, amit tudok. Egy hónap, és olyan lesz, mint újkorában volt. Megígérem. 36 órán át kómában volt. De szerencsére semmi nagy baj nincs. Egyben biztos lehet. Én mindent megteszek magáért. Az édesanyja is itt van. Akar vele beszélni? Jó, de csak néhány percet engedélyezek egyelőre. A volt férje is telefonált többször Angliából.
de senki se érdeklődött többet, mint Mr. Hampton. Itt van, amióta magát behozták. Beküldjem őt is? Egészen biztos. Kérjük doktor Simon-t, sürgősen az intenzív osztályra. Kérjük doktor Simon-t, sürgősen az intenzív osztályra. Túl vagyunk a nehezén. Hál az égnek. Köszönjük, doktor úr. Bemehetünk hozzá. Ön bemehet Mrs. DeLancel, de önt most nem ohatja látni, ne haragudjon. Legalább egy nagyon sajnálom, de nemet mondott, és nem szeveztem. Aztán Joke, legyen türelmes. Freddy magához tért. Most ez a legfontosabb. Szervusz, anya. Szervusz, drágám. Úgy vagy? Most, hogy látlak, sokkal jobban. Hogy van, Annie? Jól van, ne izgulj. Joe gondját viseli. Ő betegre izgulja magát miattad. Miért nem akarod látni? Ő miatta kerültem ide. Joe miatt? Minden tudott Tony nő ügyeiről, és nem szólt, talán még örült is neki. Hogy? Ez most nem érdekes, anya. Mindent elvesztettem, ami fontos volt nekem. Nem repülhetek többé. Ugyan, drágám, butaság. Újra repülsz, majd meglátod. Egy-kettő elfelejted majd ezt az egészet. Amikor utoljára felszálltam, tele volt a szívem gyűlölettel a férfiak iránt. Gyűlöltem Tonyt, amiért elhagyott. Meket, amiért meghalt. Joe-ot, amiért ilyen becstelen volt vele. És sohasem bocsájtom meg neki. A szerelem ugyanolyan kockázatos, mint a repülés. Ne félj a szerelemtől, Freddy. Az hiányzik az életedből, hidd el. Mr. Tesh, itt Bruno DeLancel. Vásároljon fel annyi fehér sas részvényt, amennyit csak tud. De épp most, amikor esik az árfolyama? Az egyik pilótájuknak balesete volt, és lehet, hogy nem is éli túl. Mr. Tesh, tökéletes tudatában vagyok a helyzetnek, de informátoraim úgy tájékoztattak, hogy felépül a hölgy. Tegye, amire kértem. Az olyan nőket kedvelem, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól. Esküszöm, Eve, nagyon fog nekem hiányozni. Ezek a csodálatos ebédek nekem is. Maga igazán pótolható, Joe. Ezt most egészen komolyan mondom, higgy el. Nem is tudom, hogy Annie-vel mihez kezdtünk volna a maga segítsége nélkül. Eve, kérem, beszéljünk Freddyről. Én próbáltam, Joe. Minden alkalommal megpróbáltam meggyőzni, de mindig ugyanaz a válasz. Nincs szerencsém ezzel a lánnyal. Ha Freddy megharagszik valakire, annak már nem lehet sok reménye. Tony nevét ki sem ejti a száján. Iszonyúan megbántották Joe. Én még nem találkoztam ilyen nővel. Soha életemben. Egy lány se érhet még a nyomába sem. Ebben nem is vitatkozom magával. Az a Mac. Swede azt mondta, soha nem heverte ki. Mi a csuda lehetett abban az ürgében olyan rendkívüli? Ő volt az első férfi Freddy életében. Valósággal rajongott érte, ahogy csak egy kislány tud. Vakon, és akkor ő meghalt. Iszonyú csapás volt szegénynek. Utána minden férfit hozzá hasonlított. Nem is csak egyszerűen hozzá, hanem ahhoz, ahogy benne ért. Thank you.
Szervusz, Freddy. Szóval akkor mikorra várhatjuk? Várjon. Majd visszahívom. Jó reggel. Jó reggelt. Kiszállok az üzletből. Nem csinálom tovább. Mi a fenéről beszélsz? Hagyj, Szvéd. Meg vagyunk mi nélküle is kitűnően. Az üzlet jól megy. Minden gépünk áruval telerepül oda-vissza, a részvényeseink úsznak a boldogságban. Vagy megveszitek a részemet, vagy eladom a piacon, világos? És ha lehet, az a kérésem, hogy minél fájdalommentesebben csináljuk az egészet. Fájdalommentesen? Attól függ, kinek. Ígértem, ma megfuttatjuk a lovakat. Gyere, versenyezzünk! Van néhány újság az útra. Ide figyelj, Freddy. Légy szíves, hívd fel, ha bármire szükséged van, érted? Édesanyád remek asszony. Túlélte a háborút, valahogy ezt is túl fogja élni. A repüléstől csöppet se félj. Mindent átnéztem. A lehető legnagyobb rendben van. Jó kis gép. No. Nem lesz semmi baj. Parancsol egy párnát. Elvihettem a kabátját. Nem, köszönöm, fázom. Felszállás után jó meleg lesz. Thank you.
Bruno is jön, anya? Nem mer ide jönni. Bruno semmitől sem riad vissza. Szólította tőlünk Paul de Lancel lelkét. Béke poraira. Itt fog pihenni, ahol élt, a számára oly drága földben, ahol annyi csodálatos születet élt meg. Emléke örökké élni fog szívünkben, s azokéban, akik oly drágák voltak neki. Hűséges felesége, Eve. Nem engednénk, hogy itt légy. És én sem engedem, hogy meggyalázd emlékét. Távozz innen! Én pedig nem engedem, hogy megfosszanak a legnagyobb élvezettől. Te aljas féreg! Asszonyom, most mondja a fiam, hogy a fiatal úr volt a férjem gyilkosa. Nem nyugszom, nem nyugszom, Otti. Megígérem magának, amíg a törvény előtt nem feleltettéért. Ismeritek Monsieur Offrey jegyző urat. Átadtam neki az iratokat ellenőrzésre, és ő jóvá hagyta őket. Ezennel átnyújtok nektek is egy-egy másolatot. A köztársaság törvényei egyszerűek. Eszerint egy harmad rész illeti apám feleségét, a maradékot gyermekei között kell felosztani. Jelen helyzetben azonban ez érvénytelen. Miről beszélsz?
Régóta várok erre a pillanatra. Apám egy kurvát vett feleségül, és szégyent hozott a családra. Nem erészeld! Amint a papírokból láthatjátok, apánk elzálogosította az egész birtokot. A kastélyt, a szőlőt, a pezsgő tartalékokat, és nem fizetett. Mikor ez tudomásomra jutott, én boldogan kifizettem minden tartozását. Ezáltal viszont a teljes vállon engem illet. Ez hihetetlen. Az ügyvédem gondoskodik róla, hogy hamarosan itt legyenek az utolsó számlák is. Ennek megfelelően legkésőbb 48 óra múlva Valmon egyedüli tulajdonosa leszek. Hagyjátok el a házat. Most rögtön. És ne lássalak benneteket soha többi az életben. Szedjétek le a lóról! Rendeztük a számlát végérvényesen. Most mit csinálunk, kapitány úr? Jelentést teszünk arról, hogy vadászat közben baleset érte a fiút. Baleset, kapitány úr? Baleset, hát mi más lett volna? Nem baleset volt, és nem is gyilkosság. Rögtönítélő bírósági végzés volt. A háborúnak már néhány éve vége. Nem számít. Ők tudják, ki volt Bruno, még nálunk is jobban. Anya, azelőtt mindig olyan biztos voltam a dolgomban. Aztán meghalt meg, Tony ott hagyott, és már semmiben sem ismerem ki magam. A repülésre gondolni sem tudok a baleset óta. Pedig az volt az első szerelmem. Soha többé nem leszek képes repülni. Értelmetlen az életem. Édesapád azt szokta mondani, hogy az élet és a szüret mindig kiszámíthatatlan. A tavaszi bőség még nem garantálja az őszi termést. Az életben sincsenek garanciák. Vagy álmaid telivér paripáján lovagolsz át rajta, vagy húzod magad után, mint egy málhás szamarat. Én megértem, hogy keserű és csalódott vagy most. A legtökéletesebb pezsgő sem tart örökké. De érdekes, miután lenyelte az ember, még sokáig érzi a torkában az izzást. Ez az izzás a búcsú izzása.
Lehetőség az emlékezésre. Emlékeztet rá, hogy az élet megy tovább. Akármilyen nehéz is elviselni olykor-olykor. Sose ragadj bele a jelen sivárságába. Az a fontos, hogy bízz magadban és a jövődben. Annyiszor gondoltam rá, hogy vajon apa boldogtalan volt-e a múltad miatt, és nem vetette a szemedre, hogy tönkretetted a karrierjét. Édesapád határtalanul szeretett engem. Remélem egyszer te is olyan boldog leszel, mint amilyen én voltam. Szervusz, Freddy. Ennit milliószor csókolom. Szervusz, vigyázz magadra! Hogy merte nélkülem megtenni? Majdnem minden nap felvitte, amióta elutaztál. Hogy engedhetted meg? Vanni. Ne felejtsd el, Freddy, ilyen idős korodban már te is repültél. Annie! Jó volt, Annie. Igen, láttalak, nagyon szép volt. Á, anya, nem volt szép. Össze-vissza csalinkáztam. Jock mindig lesz itt ezért, de azért mindig jobb lesz. Fog az menni. Jock azt mondja, még sokat kell tanulnom. Azt gondoltam, megleplek, mire hazajössz, hogy örülj egy kicsit. Tudtam, hogy szomorú leszel. Jock azt mondta, rettenetesen dühös leszel rá, amiért vállalkozott a tanításomra. Menj fel Sweethez, egyetek valamit, mindjárt jövök, jó? Jó, anya. Menj, drágám. Szállj ki, légy szíves. Miért szálljak ki? Azért, mert szeretném megmondani a szemedbe, hogy mit gondolok rólad. Ennek nem lehet ellenállni. Először azt gondoltam, hogy saját kezülek kaparom ki a szemedet. De aztán láttam Annie arcán a boldogságot, és... úgy döntöttem, hogy megkegyelmezek neked. Köszönöm. Isten adta tehetség. Akár csak te. Ennéről és rólad eszembe jutott a saját kislánykorom. Nekem is volt egy nagyszerű tanárom. Meg. Tudom, édesanyád mesélt róla. Olyan könnyen ment vele minden. Te vagy fejest ugrasz valamibe, vagy megmakacsolod magad, mint az összvér, de mindkettőt elszántan csinálod. Ez nagyon ellenszenves neked? Nekem rajtad semmi sem ellenszenves. Hányszor mondjam még neked, hogy szeretlek úgy, ahogy vagy? Ide hallgass! Menjünk fel egy körre! Nem. Gyere, menjünk! Olyan régóta szeretnék repülni veled, és most a legszebb naplemente van! Na gyere! Nem, Jock! Teljesen elveszítettem a bátorságomat a baleset óta. Még felülni sem merek rá, nemhogy vezetni. Egy valamit nem tudok elhinni rólad, és az az, hogy te elveszíted a bátorságodat. Ez nem illik hozzád, Freddy! Tudod, egyszer régen volt egy kutyám. Az tisztára olyan volt, mint te. Képtelen voltam kiismerni. Amikor azt gondoltam, szívesen melegedne a kandalló mellett, inkább kint rohangált az esőben.
Aztán egy szép napon elszökött tőled. Honnan tudod? Már többször elmondtam. Örökre beléd szerettem. Az első pillanatban, amikor megismertelek. Időközben mindent elkövettem, hogy elmúljon ez a szerelem. Én nem akartalak szeretni. Milyen szerencse, hogy ez nem sikerült. Szeretem, ha egy férfi kitartó. Megbecsülendő tulajdonság. Soha sem eresztelek el most már. Nem engedem, hogy elmozdulj mellőlem. És most megyünk repülni. Rajta, nem magasz egy kicsit túl sokat. Mindent akarok. Mindent. Ettől nem tágítok. Azt mondta, szereted a kitartó férfiakat. Tehát nincs más választásom? Nincs. Ha egy kicsit szeretsz. Akkor nincs más választásom. Gyere. A mama! A Szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Magyar szöveg Kertész Judit, hangmérnök Takács György, rendezőasszisztens Mihály Favi Mihály, vágó Kern Mária, gyártásvezető Lajtai Erzsébet, Szinkron rendező Zárkányi Balázs. I feel